Szerintem a, nem tudom ki, hogy értékeli. Fradinál azért most már jó régóta van szurkolói kártya, vagy 6 éve. És még nem is mi léptünk erre az útra, hanem az elődeink. És nem is akarunk lerépni róla. Tehát marad a szurkolói kártya. Az MLS döntése, hogy nem kötelező a szurkolói kártya, nekünk a mozgásterünket bővítette. Többek között nem kell például semleges szektort csinálnunk, vagy csak egyet említsük a többi közül. Mondok számokat, és akkor mindenki mondja majd le a következtetéseket. Nekünk 42 vagy 45 ezer aktív kártyánk volt, még az előző kártyarendszer idejében. Most 64 ezer, 65 ezer kártyánk van már kiadva. A 65 ezer kártyánál egyetlen egy esetben volt ez a vénaszkenneres beléptetés. Mert még a kártyát elfogadnánk, de a vénaszkennert nem. A vénaszkenneres beléptetés, ahol az derült ki, hogy egy év alatt semmiféle jogsértés vagy olyan kár nem esett meg 65 ezer embernél, azért az már egy tömeg, vagy nagyon nagy számosság, ami indokoltá tenné, hogy mi ezt a dolgot eltöröljük. Szerintem ez egy műszaki újítás. Ez egy automatika, hogy beengeded a szurkolókat. Lehetett volna más eszközöket is találni hozzá. Talán a Den Haagnál van olyan, ahol ilyen arcfelismerő rendszerek vannak, de ezt gondoltuk a legkisebb rossznak. Én szerintem ez csak egy indok, hogy cirkusz legyen a klub körül. És a kártya szerintem jól működik, üzletileg is jól működik, most már nem tudom, van írva nekem, hogy hány 40 cég 800 elfogadó helyen ad kedvezményeket a fradistáknak. Ami szerintem egy nagy erőrelépés a többi klubhoz képest is, egy hatalmas versenyelőny. Itt ha valaki mondjuk sokat autózik, akkor meg tudja keresni a bérletének az árat egy év alatt, annyi kedvezmény van. Ami szerintem megint egy óriási lépés a jövő útja felé. És tudnak venni online, akinek kártyája van, ugye online tudja egyet venni. Kéne tudnom a pontos számokat, de az biztos, hogy 50% fölött van már azoknak az embereknek az aránya, akik online veszik meg a jegyüket. Szerintem megint csak kiszolgáltuk a szurkolóinkat. Nézőszámban ugye olyan 5 vagy 600 emberrel volt átlagosan kevesebb nézőnk, mint a megelőző évben lett volna. De azt mondják, hogy 3000-en távol maradnak a meccstől. Magyarán akkor mégiscsak nyertünk 2500 állandó új embert, ami szerintem nagy dolog. Az idén sem kisebb a cél. Új embereket kell megnyernünk a futballért. Olyan embereket, akik el tudják fogadni azt a feltételrendszert, amit mi támasztunk, ami nem ördögtől való szerintem. Olyan rendszer, ami egy szurkolói kultúra valójában. Ami nem túl rigorózus. Azt mondja ki, hogy csak olyanokat mondjál az ellenfeledre, amit magadról is szívesen hallanál. Én például, hogyha az édesanyámat szidják, akkor nem örülök, és szerintem a szurkolóink is így vannak fel, akik kint maradnak. Ne legyél kirekesztő, ne használj olyan jelképeket, amik egyébként kirekesztő jelképek. A politikát ne hozd be a stadionba, ezt politikusként mondom. Furcsa hangzik ez, de a politikai deklarációnak a Fradi pályán nincsen helye. Én sem teszek politikai deklarációkat Fradi elnökként. Így ki lehet kerülni például a Csatári Molinót, hogy csak egy példát mondjak, aminek a gazdája ugye nem jelentkezett, csak szeretném felhívni a figyelmüket, hogy minden valamiért van. Ne verekedjél, ne legyél erőszakos a stadionban, ne legyél trágár, ne legyél obszén. Szóval szerintem ezek a normális működési feltételek. És hogyha valaki ilyen, és úgy gondoljuk, hogy egyébként a mi közösségünkben nem fogadható be, akkor ki fogjuk zárni a stadionból. És a vénaszkenner ki fogja zárni. Nem úgy nagyjából, meg félig, meg csak, hanem teljesen. Ezen az úton indultunk el, és én erről az útról nem szeretnék visszakanyarodni. Majd az idő eldönti, hogy ezt mi jól tettünk, és senki nem próbálta meg még a magyar futballban, az kétségtelen. Nekünk voltak a legnagyobb problémáik, mi kezdtük ezt el először. Én csak azt szeretném mondani önöknek, hogy a Ferencvárosnál nem tudok olyan szponzort, aki örült volna egy Csatári Molinónak. Nem tudok. Tehát nekem mindent el kell követnem annak érdekében, hogy az ne legyen. Mert ha van, akkor a Ferencvárosnak nem lesz szponzor, ha nem lesz szponzor, akkor nem lesz pénze. Így állunk. Én nem mondtam le senkiről. 15 emberről mondtunk le, akit kizártunk a stadionból. A többieknek nyitva van a kapu. Regisztrálni kell, személyes felelősséget kell vállalni minden egyes tettükért. És jöjjenek be. De gyakorlatilag mi az esély arra, hogy hát ezt tőlük kérdezze meg, mert... A háza alá elég odolnak,
Én ezt értem, de ezt tőlük kérdezzem meg, mert a, nálunk nyitva vannak az ajtók. Megvannak a feltételek, ha bejönnek, itt lesznek. A személyes érzelmeimről most nem szeretnék beszélni, hogyha nem haragszalak meg, mert ez az én magánügyem és a magánéletem. De minden egyes ilyen dolog megerősít, hogy, hogy én továbbra is Fradi elnök legyek. Mert pont ezt a kultúrát nem szeretnénk itt a Fradinál. Úgyhogy minden többet csinálnak, ilyet én annál erősebben hiszek abban, hogy ezzel a kultúrával nekünk le kell számolni. Akkor lehet olyan, hogy esetleg eszkalálódik ez a dolog, és esetleg még erősebb eszközöket tettek azok a szurkolók. Tehát mondjam, mi történik? Megölnek? De nyilván megerősítette a biztonságát, nem tudom, hogy lehet, hogy nem erősítettem meg, nem erősítettem meg a biztonságom. Én nem fogok testőrökkel járni, nem fogok rettegni ettől az egész helyzettől. És a családomnak is ezt javasoltam. Éljenek ugyanúgy, mint ahogy eddig éltek. A gyerekek ugyanúgy járjanak iskolába, a feleségem ugyanúgy nyissa ki a műhelyünket, és ugyanúgy dolgozzon tovább. Nem fogok fölülni ennek a dolognak, és változtatni az életmódomon azért, mert van 2-3 vagy 500 olyan ember, aki egyébként oda jön a házunk azt tüntetni. Hát már a számok is elegendő indokot szolgáltatnának, nem? Hogy tartsuk ezt a dolgot, de ön szerint az helyén való, hogy csatáli muninok vannak a stadionban? Csak kérdezem. Nem, de csak így lehet, azt kell, mert lehet megoldani. Hát azt gondolom, hogy igen. Én próbáltam tárgyalásos alapon ezt megoldani 3,5 évig, példamutató módon. Fél évente minimum leültünk a szurkolókkal megbeszélni. Minden történetet. Még a Ricardo volt az edzőnk, bevittem a Ricardot, szakmai beszámolót tartott a szurkolóknak. Tehát tényleg minden kedvességet megtettünk. Előre félre, amikor vidékre mentünk, előre félre voltak nekik téve a jegyek. De nem megy, látják. Akkor nekünk nincs dolgunk egymással. Én próbálom csinálni egy jó csapatot, a többé-kevésbé sikerül. Szóval mégiscsak egy hatalmas veretlenségi szérián vagyunk túl. Azt hiszem 22 vagy 23 meccsen nem kaptunk ki. Ilyen, nem tudom, 1990-ben volt utoljára. Nyertünk címeket. Ilyen 2004-ben volt utoljára. Tehát, hogy azért hogy látszik, hogy valami történik. Van egy nagyszerű edzőnk Németországból, az év edzője volt. Gondolják, hogy egyébként, amikor ilyen botrányok vannak a klub körül, amikor a szurkolók megállították az edzést, még a klubnál Laci volt az edző. Én már elnök voltam. Azt gondolják, hogy ez normális, hogy ezt nekünk el kell tudni viselni. Emlékeznek arra még, amikor a 90-es években a szurkolók megállították a Győrből hazafelé térő buszt? Megpohozták a játékosokat. Azt gondolják, hogy ez a kultúra normális. Nem vagyok hajlandó ebbe beletörődni. De azt gondolom, hogyha ez a módja, mindenkinek személyes felelősséget kell vállalni. Most is meg lehet állítani, csak mindenki vállalja az edzést, csak mindenki vállalja érte a felelősséget. És ki szeretnék tiltani olyan embereket egy életre, akik például náci zászlót hoztak be hozzánk, vagy horogkeresztes zászlót hoztak be. Egy életre ki szeretném őket tiltani, mert nem vagyok hajlandó egy közösséget vállalni velük. Sajnos ez a helyzet. Hát, hogy egy folyamatosan fejlődésben levő klub legyen, ahol rend van, ahol olyan rend van, hogy lehet hozni még jobb játékosokat, még nagyobb sikereket lehet elérni. Az idei év nagy csalódás, ugye főleg a nem a bajnoki szereplésünk miatt, mert a Diósgyőr ellen megint parádésen játszottunk, hanem elmegyünk külföldre, és akkor ilyen nyuszikká válunk. Ez ne történjen meg. Azzal elégedett lennék, hogyha a csoportkörbe kerülnénk. Szerintem a magyar futballban körülbelül odáig lehet eljutni. Most az elérhető, hogy a csapataink csoportkör felé tudjanak menni, hogy egy-két csapatunk minden évben lekerüljen valamelyik. Vagy a Bajnokok Ligája, vagy az Európa Liga csoportkörébe. Akkor elégedett lennék. De ebben benne van az is, hogy a nézőszám növekedjen folyamatosan? Hát persze, nyilván. Én mióta elnök vagyok, az első év, amikor 500-at esett a nézőszám, vagy csak nézzék végig a számokat, minden évben növeltük a nézőszámunkat. Szerintem az idén sem lesz másként, hogy a bajnokságért megyünk. Tehát most aztán idáig mindig azt mondtuk, hogy szeretnénk bajnokok lenni, most bajnokok akarunk lenni. És azt gondolom, hogy ha ez sikerül, akkor az nézőszám növekedéssel kell, hogy járjon. Az nem lehet másként. A világnak megvan ebben is a rendje, ha egy sikeres Ferencváros van, sokan fognak írni a meccsre. Nagyon oda tovább jutottunk volna, akkor meg azt mondtátok volna, hogy milyen puha ez a pali. Mert képtelen, nem bevállalós, hanem a Ferencvárosnak mindig magas célokat kell kitűzni. Ha most mi az U19-es csapatunkkal állnánk föl, és azt kérdeznétek tőlünk, hogy mi a mi célunk, bajnokok akarunk lenni. Ez a Fradi, tehát itt azt kérdezed egy fradistától, hogy te hányszor volt a Ferencváros ezüstérmes, nem tudják megmondani. Hányszor volt bronzéres, fogalmuk nincs róla. Azt tudják, hogy hányszor volt bajnok, meg kupagyőztes, meg szuperkupagy, azt tudják. És a Ferencvárosnak mi más lenne a célja, de
Én nem láttam egyetlen olyan újságcikket sem, amikor a Pali ezt nyilatkozta, azt mondta volna valaki, hogy ez túlzás, mert mindenki ezt várta el. Mi is keressük az okát, hogy mi lehetett ez, hogy egy ilyen kiváló csapat, aki ha megnézed egyéni csapatrészeiben, vagy egyéni sportolói kvalitásokban szerintem jobb volt, mint a mostnyák csapat, mégis ki tud kapni. Ezeket az utakat kell kutatni. Nagyon érdekes dolog, a Senecának van egy fantasztikus mondása, nem szó szerint idézem, hogy minden szél jó valamire, ha tudod, hol van a kikötő. Tehát ez a vereség is jó valamire, mert munkára inspirál minket, itt nem lehet eltunyulni. Ez újabb kutatások kellenek, újabb mérések kellenek, mitől volt ez az egész történet. És rá fogunk jönni, ki fogjuk javítani hibákat, és csoportkörbe fogunk kerülni. Nem tudunk más kitalálni. Hát vagy igazoltunk volna a másik játékost, vagy lett volna jobb az idő, vagy hűvösebb. Tehát ugye a ha nevű játékos még a kezdőben sosem kerül be. Ezt nem lehet tudni. De volt nekik, azért mégiscsak volt egy zárt kapus meccsünk, az is miattuk volt, ugye? Csak ezt szeretném mondani. Az Origo lehozott erről egy cikket, ahol megkérdezte az UEFA-t, legyenek kedvesek azt elolvasni és azt venni iránymódot. És viccesen mondhatnám, hogy nem kapta prémiumot, de... Hát nem, mert mindenki fájlalja. Nekem magamnak is rendkívül fáj, úgyhogy hosszan ne is beszéljünk róla, mert mély interjú lesz az egészből. Sokkal többre számítottam, annyi munkát beletettünk a Fradiba, annyi mindent összeraktunk körülötte, játékelemzéseket, a méréseket, az erőnléti edzőt, a fizioterapeutákat, az öltözőnket. Tehát úgy készülünk, minden nyugat-európai csapat. Most valamelyik nap olvastam a Nemzeti Sportot, és hogy a Hertánál Dárdai Pali mindent lát. Ezt a rendszert mi egy éve használjuk a Ferencvárosnál. Dárdaiéknál most vezették ezt be. Tehát hihetetlen jó körülmények között készülünk. És inkább az okokat kell megkeresni talán, mint a bűnösöket. Az sokkal előrébb visz minket. Most a másik oldal részéről mondom, lehetett tudni, hogy aki egyért meccset nem fog bemenni. De ezt mi, ha én jól emlékszem, akkor a klub ezt kommunikálta. Igen, azért mondom, hogy ezt lehetett tudni előre, hogy fölöslegesen mennek ki. És ez egy ilyen végső dolog a két fél kapcsolatában? Én nem a két fél kapcsolatában. Mondjátok, kimenni Boszniába, kis zárója, nemrég háború volt. És akkor ott a mi szurkolóinkat egyébként beengedni az ellenfél szurkolóihoz, vagy magyar szurkolókat beengedni, ez szerintetek a normális dolog? Szerinted van olyan UEFA ellenőr, vagy szerintetek van olyan UEFA ellenőr, aki azt fogja mondani, persze nyugodtan jöjjenek be. Tehát nem ez a világrendje. Jegyet kell venni itthon, mindent megtettünk, azok az emberek, akik tőlünk vették a jegyet, mindannyian bejutottak, és haza is jutottak tisztességgel. Megvan mindennek az útja. Tudta a fele, mert én abban reménykedtem, hogy van annyi józan eszük, hogy nem mennek el. Hát Riekában ugyanez történt. Ugyanaz a történet, nem? Hogy kimentek jegy nélkül. Megcsinálták a cirkuszt. Ugyanezt megcsinálták Hollandiában, nem? Kimentek jegy nélkül. Tehát arra szeretném kérni, hogy vegyenek jegyet, regisztráljanak, nem? Mert ugye a regisztrációból ez lufi, mindannyian tudjuk. Egy év alatt ki kellett volna derülni, hogyha bármiféle visszaélés van. Nincs visszaélés vele. Be kellene regisztrálni, csak hát marha nehéz, mert nekik innen visszaátrálni. A klub pedig nem fog visszaátrálni ebből a történetből. Most ugye ez mind játék a számokkal. Hányan jártak meccsre, hányan vannak ellene. Tehát azért ott az arányokat is kell nézni, és azért a többség azért mégiscsak a meccsrejárás mellett van, mint az ellen, hogy tiltakozzon. A Mateusz még a mi játékosunk, úgyhogy lehet, hogy bejelentették, de ez ennél sokkal bonyolult a történet. Ugye Mateus csak akkor tud elmenni, hogyha kifizetik érte a megfelelő pénzt, addig a játékengedélye nálunk van. Tehát lehet, hogy ők bejelentették, de a játékengedélyt nem fogjuk kiadni, mert a pénz meg nem érkezik. Most itt látom, a Mateus történet körül van egy csomó félreértés. A Mateus nekünk a társunk egy küzdelemben. Ez a társunk, ez egyszer csak az Európa Liga legfontosabb meccsünk, az Európa Liga meccsünk előtt. Ez azzal az ötlettel állt elő, hogy ő el szeretne menni. Ennek nincs semmi akadály, mert a futballban van ilyen. Kell tenni valakiért egy ajánlatot, és akkor a klub elengedik pénzért. De ingyen, az biztos, hogy nem. De ő el akart menni. És mondta, hogy ő nem tud fölkészülni a meccsre, mert fejben nem lesz ott. Ezért aztán a Thomas szerintem a leghelyesebb utat választotta, vagy a szakmai istában a leghelyesebb utat választotta, kihajította mind a Gerejt a csapatból. Szerintem jól is tette. Ez mégiscsak a Ferencváros, meg ez mégiscsak egy közösség, és az közösségben van némi bajtársiasság is. Szerintem ezt a bajtársiasági küszöböt ő átlépte.
Ezért aztán, ha jön rá vevő, vagy ő tud hozni vevőt magára, vagy kivásárolja saját magát a szerződésből, nem kértünk sok pénzt érte, akkor azt mi örömmel veszük, ha nem, akkor itt fog velünk edzeni. Hátul, kis pályán, egy edzővel. Egy éven keresztül. És akkor így mindenki megtanulja majd, hogy a közösség sokkal többet ér, mint egy-egy egyén értek. Az kétségtelen. Dolgozunk rajta, hogy befoltozzuk a jogokat. Van még több ötletünk még, amit itt végre kéne hajtani. Sok megoldás van, dolgozunk, tehát dolgozunk egy csomó, hogy az igazolásoknak csak a 10%-a szokott bejönni, úgyhogy nyitogatunk egy csomó ajtót. Nyugat-Európában is lassan bezáródnak az első keretek. Megnézzük, hogy ugyanúgy, ahogy a Pavlovicsot el tudtuk hozni egy évre kölcsönbe, esetleg tudunk hozni ölcsönbe játékost, vagy tudunk-e megvásárolni játékosokat. Úgy, ahogy például a Ramirezt meg tudtuk venni, hogy egy évre eljött kölcsönbe, aztán utána be tudtuk váltani a védeli opciókat. Hát, dolgozunk. Bár csak annyi pénzünk lenne, oda tudnánk menni egy csapathoz, kivásárolnánk embereket, de nincs annyi pénzünk. Úgyhogy próbálunk most várni addig, ameddig ugyanúgy, ahogy a Lamát például vettük, talán emlékeznek rá, hogy ő is az átigazási időszaknak az egész végén jött, mert ott neki nem jöttek össze a szerződések, és keresett a csapatot, és akkor ott el tudtuk húzni. Na, erre várunk most, hogy jöjjön egy ilyen. Azt nem lehet mondani, hogy nagyon stabilak lennénk a magyar mezőnybe hátul. Szerintem elég jól megoldottuk a dolgokat. Intelligens játékosok játszanak ment középen. De kétségtelen tény, hogy a középre biztos, hogy kellene legalább egy játékost igazolnunk. És mondom, még van további ötletünk is, csak nem szeretnék itt letyózni, mert akkor túl sok munkátok lesz, azt majd nem szeretnék. Hát nem jött ajánlatra. Nem jött ajánlatra. Ezek mind pletykák. Tehát ez a legborzalmasabb. Elviszi a Hertha. A Hertha nem tett ajánlatot. Kaptunk máshonnan ajánlatot, nem volt komoly, mi sok pénzt kérünk érte, ha nagyon fájna, ha elvinnék, ezért a fájdalomdíj az, hogy sokat kell fizetni érte. De egyelőre nem jött komoly ajánlat. Nehéz lenne pótolni, azért azt is tegyük hozzá. A 28-szoros bajnok, 21-szeres magyar kupa győztes Ferencváros az elmúlt szezonban 3 trófeát nyert. A csapat a Grupama Arénában idén a bajnoki címre tör. Válts ki te is bérletedet! Együtt bárkit legyőzünk. További részletek a fradi.hu-n.